A plusz 100 kg-os ifjúsági Európa-bajnok és EOB győztes Sipőc Rihárd valósággal berobbant a cselgáncsozók junior mezőnyébe is, miután 17 évesen diadalt aratott az olaszországi Lignanóban rendezett korosztályos Európa-kupa viadalon. Négybe jutásnál volt egy szerb ellenfelem, aki még mielőtt én ifjú lettem, ő már akkor ifjú Európa bajnoki érmes volt, tehát egy elég erős mérkőzésnek, tehát ő a világérvonalbeli versenyzővel kellett küzdenem. Szerencsére egy kiemelés sikerült megkontráznom, így átvettem a vezetést, és így azt hiszem Sidóval is vezettem, de ebben nem vagyok biztos, de sikerült ugye így eldobnom, úgyhogy egy vazarértékű technikával, úgyhogy sikerült végigvinnem így a mérkőzést, és nyertem. Elődöntőben ott egy szlovén ellenfelem volt, aki világbajnoki bronzérmes volt tavaly. Ő volt az első számú kiemelt a versenyen, úgyhogy elég kemény küzdelemnek ígérkezett. Két vazari értékű technikával sikerült nyernem. Szerencsére nekem úgymond állt a judója, tehát jól tudtam azzal a fogással dolgozni, amit fel tudtam venni, tehát nem tudott kizárni. Úgyhogy nagyon jól sikerült ez az elődöntő. A világranglista azt hiszem harmadik helyezettje volt. A fináléban azonban már nem kellett tatamira lépnie a győri judósnak, ugyanis a másik ágon az elődöntőben mindkét ellenfelét leléptették, így automatikusan övé lett az arany. Habár Rihárd a döntőbe jutásért az U21-es világbajnoki bronzérmes szlovén Enej Marinicsot múlta felül, mégsem az a párharc volt számára a legnehezebb. Az első mérkőzésen egy bosnyák ellenfelem volt, akivel már sikerült küzdenem. Nagyon szoros mérkőzés volt, igazából ez volt az egész Európa kupának a legszorosabb mérkőzése számomra, ez egy aranypontos mérkőzés volt. Nagyon hasonlított a stílusunk a bosnyák sráccal, amúgy elég jobban vagyok vele, tehát szinte baráti viszonyban néha még beszélünk is. De vajon hogyan tud ifjúságiként már is érvényesülni a junior mezőnyben? Technikái azok nem jellemzők a pluszos technikákra, sokkal több technikát csinál, és balra dolgozik, dinamikusabb, talán ennek köszönhető. Szorgalmas, és céltudatos nagyon, tehát nagyon jó motiválható, és nagyon határozott céljai vannak a judóval kapcsolatban. Fejben nagyon jól fel tudok készülni, ugye besegít nekünk sportpszichológus, úgyhogy vele készülünk így valamennyire a versenyekre, tehát szerintem ez a fejben dől el, ez valamennyire ez rám is igaz, úgyhogy szerintem ez az egyik, aztán fizikailag jól fel vagyok készülve, meg taktikailag is szerintem fel vagyok készülve, tehát ilyen potyaintéseket nem nagyon szoktam beszedni, úgyhogy szerintem így ez a 3-4 jellemző, ez azért elég erőssé tesz a mezőnyben. Ez a siker pedig egyértelműen azt jelenti, hogy a győri fiú az ifjúságiak mellett a juniorok között is szeretne tovább bizonyítani, már az idén. Mindenképpen szeretnénk juniorban is odaérni, de még szerintem ebben az évben utolsó éves ifiként a ifi Európa bajnokságot úgymond illene megnyerni. Első évesen ugye sikerült, másodévesen második lettem. Most szeretnék újra dobogó első fogára állni, erre még lesz egy felkészülő versenyem. Az lesz a legerősebb Európa kupa, ott fogok indulni, utána meg az Európa bajnokság, ez ugye le fog zajlani júliusban. Utána meg 100%-ban a junior világversenyekre koncentrálunk, ami meg ugye szeptember-októberre esik. Úgyhogy a nyaram az úgy néz ki, hogy az nem is lesz annyira nyár, de ezt az áldozatot meg kell hozni. Úgyhogy utána a junior, de már most is előtérbe helyeztük, úgyhogy még megyek junior Európa kupákra, hogy teljes legyen a kvalifikáció ezekre a világversenyekre. Rihárdnak néhány sérüléssel is meg kellett küzdenie az elmúlt időszakban, de úgy érzi, hamarosan elérheti csúcsformáját. A felkészülés jól halad, de kisebb-nagyobb judóból adódó sérülések vannak, de hát ez vele jár, kiheverjük őket, és megyünk mindig tovább, és próbáljuk a maximumot kihozni a helyzetből. Nagyon jól érzem magam mostanában, igen jól megy a judó, úgyhogy örülök még egy kicsit az állóképessége van, ezt már több edzőtől is visszajelzésként hallottam, hogy azon van mit fejleszteni, de hát a kihagyás az ezzel jár, de ezt vissza lehet zárkóztatni. A 17 éves fiú egyik nagy álma azonban biztosan nem valósulhat meg, ugyanis súlycsoportja nem került be az októberi Buenos Aires-i ifjúsági olimpia programjába. Még amikor tudtam, hogy van ez a verseny, még nagyon csábított, hogy szeretnék kijutni, de aztán megtudtam, hogy nincs a súlycsoportom, úgyhogy valamennyire
kizártam, de hát nekem kárpótol lesz szerintem, hogy előbb indulok a junior világversenyeken. Mégis egy olimpiai hangulat az is, ez az EIOF is nagyon jó volt, ez meg még talán egy kicsit jobb is lenne, de hát most ez jutott, drukkolok a többieknek. Valóban nem kell sokat szomorkodnia emiatt, főleg annak fényében, hogy a hazai cselgáns szakma olimpiai részvételt vár tőle a felnőttek között. 24-es kvalifikáció, úgy gondolom, hogy ez reális. Van, aki szerint a 20-as kvalifikáció is reális, azért az nagyon nehéz lenne, de attól függ, hogy a junior korosztályt most milyen lendülettel fogjuk tudni venni, ahhoz képest alakítjuk a felnőttön való részvételt.